A mérkőzés viszonylag kevés említésre méltó eseményt hozott. Így nem volt meglepő, hogy egyik csapat sem talált a hálóba. A sárga-kékek 9 forduló alatt 4 pontot gyűjtve továbbra is utolsók, az ólyombrézóiak pedig 19 ponttal a második helyet foglalják el a tabellán. A Daca 22. idényét tölti az élvonalban, és a mostani bajnoki rajta leggyengébbnek számít. Az eddigi két legrosszabb kezdés a 2011-12-es és a 2013-14-es bajnoksághoz fűződik, amikor egyaránt a 8. fordulóig kellett várni az első győzelemre. A sikertelenséghez hozzájárul, hogy a Dac stadion építése miatt az otthoni meccseket sem tényleges hazai környezetben játssza a csapat. A dunaszerdahelyiek nincsenek könnyű helyzetben, hiszen a továbbiakban 2 idegenbeli mérkőzés vár rájuk, mégpedig az Eperjes elleni kiesési rangadó, majd a Rózsahegy elleni meccs, azután pedig a tavalyi bajnokság első 5 helyezettje elleni összecsapások következnek. Ezek közül 4 lesz idegenben, hiszen Szentvárosa biztonsági okokból nem járult hozzá, hogy a nagyszombati Spartak és a Szlovan elleni mérkőzéseket a Mátyusföldi városban rendezzék meg.